Visszagondolva önmagamra, amikor idejöttem a mesterkurzusra 2020 februárjában, hát én ahhoz képest azt mondhatom, hogy nagyon sok mindent tanultam, és sok mindent kaptam, és sokat változtam, és a környezetem is visszaigazolt olyan dolgokat, például, hogy sokkal felszabadultabbnak látnak, mint az előtt voltam. És a kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy hogyan tudom még azokat jobban átültetni a saját életembe, amiket itt tanulok. A magam mércéjével sikeresnek tartom magam, de azt hiszem, ez mindenki számára fontos és hasznos lenne, hogy azt mondd el olyan praktikákat, vagy tehát olyan gyakorlati dolgokat, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az életünkbe ezt átültessük, ezt a fejlődést. Ez egy állandó téma, sokszor beszéltünk róla, hogy a tudást nem a felszínen adom át, nem a konkrétumokban adom át. Nem azt mondom, hogy konkrétan ezt és ezt csináld. Egy-egy coachingon, egy-egy ilyen konzultáción beszélünk ilyenről, hogy ezt a problémát úgy old meg, hogy mondd ezt, lépd ezt, csináld azt. Az azt jelenti, hogy a következő problémádat ne így old meg, mert ez a konkrétan erre vonatkozott. Ezért én ilyen információkat nem adok át, mint például ez egy elvárás mondjuk egy sales vagy egy marketing tréningen, ahol konkrétumokat adnak át, hogy ezt így és így kell csinálni, vagy elmész egy könyvelési továbbképzésen, ott teljes konkrétumokat kell továbbadni. Most mondtam egy nevet, nem tudom, hogy mik vannak. Én változásokat adok át. Konkrétan az oktatás során zajlanak a változások. És a változások során tanul az ember. Itt van a fehér lap. Fehér lapnak vehetjük azt az állapotot, ahogy bejössz a szeminárium terembe. Teljesen mindegy, hogy életedben először, vagy már 5. éves hallgató vagy. Mindegy. Akkor, amikor beléptél, akkor így lépsz be. Tudjuk, hogy a háttérben akár lehet tudásod, tehát rendelkezhetsz információval. Tehát a fehér lap csak a felszínen fehér lap. Tehát nem azt jelenti, hogy nincs tudásod. Nem, különböző tudásaik vannak az embereknek, és a saját nemében akár valakinek magas szintű tudása van, és nagy eredményeket el tud érni, amihez senkinek, nekem sincs közöm, azt ő érte el maga. De akkor, amikor bejössz, és történik veled valami, és kapsz egy információt, ha csak egy picit is, az a fehér lapon meglátszik. Ez az információ egyelőre nem annyira erős. Könnyen el lehet tüntetni. Tehát könnyen elmúlik a hatás. De ha az információ sokkal erősebb, több impulzust kapsz, akár egy-egy impulzus csomagot, akkor már a sok információ kezd kirajzolni valamit, de a lényeg az, hogy a fehér lapon már valami van. Itt jön a te munkád. Az impulzusokat én megpróbálom összekötni, de te szintén össze kell kössed a megfelelő módon. Ha esetleg rosszul kötöd össze, akkor valamilyen másik impulzussal megerősítem, hogy nem úgy kell megkötni, és egyértelműsítek egy vonalat, és te magad akkor ezt eltörlöd, ezt a variációt. És aztán próbálkozol. Saját magad létrehozol impulzusokat. Berakok egy érthetetlen impulzust, amivel elbizonytalanodsz. De aztán megerősítek egy másikkal. Akkor megerősítek még valamit, egy részt. És különböző kis részeket már össze fogsz tudni kötni. De még mindig az elképzeléseidben van érthetetlen dolog, és van valami, ami hát nem alakul ki, hogy pontosan mi van, ezért megint csak különböző impulzusokkal segítek, és így már össze tudod kapcsolni, és rájössz, hogy rosszul gondoltad, mert valószínűleg
akkor ez így fog történni, és te magad megalkotod. Így fog fölépülni a tudásod. Ezt a tudást, hogy mire használod? Kaptál egy szívecskét? Ezt most mire tudjam használni? Hol használjam? Hova rakjam be? Melyik, a munkám melyik fázisába rakjam be? Nem, te kaptál egy szívecskét. Innentől kezdve az életedben, ha volt valami, ami hiányzott, most azt ki tudod tölteni. Miért? Mert rendelkezel vele. Az a tiéd. Ezt már nem lehet eltörölni. Ez már beépül. Az energetikája csökkenhet, ezért olyan lehet, mintha nem lenne, de azt, ahogy energiához jutsz, abban a pillanatban, mint mindened energetizálódik, így ez a képességed is energetizálódik. Ezt úgy kell elképzelni így, hogy neked nem kell ahhoz koncentrálnod, hogy ez előjöjjön, mint hogy ahhoz sem koncentrálsz, hogy levegőt vegyél. Te bejössz, mert vagy valamilyen, rendelkezel egy formával. És az eddigi életedben az történt, hogy tudtál haladni, mert ahogy haladtál, ez szépen tudott gördülni. Ezt a részt nem ismerted. És ahogy gördültél, hirtelen átgördültél ide, most már így vagy, eddig boldog vagy, azt mondod, hogy sikeres vagy, és most egyszer csak azt mondod, hogy basszus, van egy elakadásod, nem gördül tovább. De miért? Hát eddig minden működött. Mert te ezt a részt egyszerűen nem ismerted. Az én dolgom az az, hogy vagy erre visszabérentelek, hogy érezd azt, hogy mi történik, vagy elkezdek építeni számodra apró részeket, még mindig nem tudsz megmozdulni. Csak fölkészítelek a jövőre. És közben, miközben ezeket építem, elkezdem növelni ezeket a köröket, és ezeket a köröket is, és kapsz egy gömböt. És innentől kezdve te haladhatsz. Mit fogsz ebből tapasztalni? Semmit. Természetesen jön létre. Nem fogod tudni összekötni a szeminárium eseményeivel. Nem tudod. Egyetlen egy módja van, hogy összekösd. Elhiszed. Ez az egy. Soha egyetlen bizonyíték nem lesz rá, hogy az itt épült fel. Nem tudok olyat mondani, hogy hogy használd jobban az életedben. Mert amit itt kapsz, az már az életed része. És amit az életedben fölfedezel majd, hogy ezt itt kaptad, azt te fogod fölépíteni, saját magad. A saját magad rutinjával fogod fölépíteni. Nem értek a szakmádhoz, nem tudok hozzárakni semmit. Nem ismerem az életedet, részleteiben nem tudok hozzárakni semmit. Ha konkrét kérdés van, tudok konkrét válaszokat adni, de azok csak egy időre, egy alkalomra szólnak azok a válaszok. Amit itt adok, amit a gyakorlatokban adok, azok örökre szólnak. És azok mindennek az alapjai lesznek. És abból bármi felnőhet. Az embernek választania kell. Vagy olyat tanít, ami mindig érthető, és számon kérhető a tanulótól, hogy legyen hálás érte. Vagy olyat tanít, ami valóban hasznos, soha nem kérhető számon, és nem is akarja. Sose választottam az elsőt. Soha.
És mindig megszenvedtem a másodikat. És akkor sem választom soha az elsőt. Mert ez az, számomra ez az út. Egy, ehhez értek. Ezt tudom, ebbe tudok fejlődni. Van fejlődési lehetőségem? Van. Szükségessége van? Van. Rengeteg. Nem úgy tanítok, hogy mindent tudok. És választatok a portékámból, és átadom. Úgy tanítok, hogy tudok valamit, ezt át tudom adni. Tudom, hogy ez sokat tud segíteni. És meg fogom mondani, hogy miben nem. Mint ahogy valaki oda jön hozzám, hogy Sanyi, lehet ezen segíteni, meg lehet próbálni, de nem tudom. Én például ezzel a lóval kapcsolatban, hogy az merült fel bennem, hogy most, hogy a lovon dolgoztunk, de ez akkor nekem, meg nekünk ez szolgálja valamennyire a fejlődésünket? Vagy ez csak a lóról szól? Vagy hát ez most miért jó nekem, ha így nem, azért ló problémáját dolgozom? A legfontosabb. Nem a sajátom. A legfontosabb. Mert a sajátoddal nem tudsz mit kezdeni. Van a problémád. A problémád az, hogy bizonyos dolgok nem stimmelnek a rendszeredben. Kilógnak, nincs rendszer benne. Problémád van. Nem egyértelműen tud megjelenni az életben. Az lenne a jó, hogyha valamilyen rendszer lenne, hogy ilyen lennél, amiben van a különböző összefüggések, és ezek mind harmóniát mutatnak. Bármilyen ábra van, egyik a másikhoz kötődik, és így van egy bonyolult struktúrád. Ez egy beteg struktúra. Most csak eltúlozva, nem ilyen vagy, csak hogy látványos legyen. Rendbe akarod rakni. Te magad. Képtelen vagy, mert kívülről nem látod. Ezért keresek neked egy hasonlót, ami egy teljesen más organizmus, de különböző problémák vannak. Látszólag összehasonlíthatatlan, de struktúrázódás szempontjából hasonló a probléma. Ezt kívülről látod. Független attól, hogy te nem látod, de kívülről ez értelmezhető, hozzá tudsz nyúlni. Magadhoz nem tudsz hozzá nyúlni. Próbáljam megfogni bármelyik pontomat kívülről. Ezzel a kezemmel megy. Próbáljam meg ezzel. Próbáljam megfogni a jobb kezemet a jobb kezemmel. Bárki próbálkozhat élete végéig, nem fog sikerülni neki. Szükséges, hogy valaki más fogja meg. Szóval, van a problémád, lenne az ideális, vagy egy jövőben szükséges struktúra, ami harmonikus. Találok egy esetet, ami azonosítható a problémáddal. Nem a tieddel egyébként, hanem mindenkiével. Mert egy közös nevezőről, már beszéltünk a közös nevezőről, közös nevezőt találok, és ez teljesen alkalmas, ráadásul pont olyan problémával rendelkezik, egy picit információ hiányba vagyok a lóval kapcsolatban, de akkor is, amennyi megvan nekem, és érzés alapján pont olyan problémával rendelkezik, ami mindannyiunk számára probléma, nekem is probléma. Mindannyiunknak. Sőt, magának a mesterkurzus haladásának is problémája. És ezeket meg kell oldani, mert nem úgy van, hogy csinálok egy mesterkurzust, egy tematikát, és akkor azt leadom, hanem úgy van, hogy csinálok egy problémát, amivel egy év alatt nagy nehezen végzek. És ez adja a tematikát, mert végigmegyek egy problémán, és ahogy végigmegyek, ezzel változik mindenki. Pont ugyanez a metódus, mint itt ezen a kicsi munkán, az egynapi munkán. Itt egy valóság, itt egy másik valóság, itt egy ideális dolog, és berakunk egy operátort, akinek a feladata ennek a létrehozása. Nem ami benne van, hanem ennek a keretnek mondjuk. Az operátor
Ral megismertetjük a célt. A célnak is a legfontosabb jellemzőjét, ami kívülről látszik. Tehát van a cél, megvan egy másik cél, tehát két célja van az operátornak, ezt ismeri, ezt nevezzük egészségnek, ebben az esetben konkrétan, és ezt ismeri, ezt nevezzük árvinak, egész konkrétan. Ez a black box. És a black boxra bejönnek az emberek. Az emberek rendelkeznek önmaguk is ezzel a problémával, de generálok hasonló problémát. Generálok egy olyan részt, ahol elveszítjük a kontrollálhatóságot, azt a kontrollálhatóságot, hogy még amíg egyedül dolgozik, fejlődik, és látszik, hogy harmonikus, ahogy bejönnek egyre többen, egyre nagyobb a rizikó, hogy szétesik a harmónia, és egyszer csak szétesik, és most örülök a legjobban, hogy szétesett. Mert ha szétesett, megvan az azonosulás, e között, meg e között. Az ő feladata, hogy ide közöljön egy olyan energiát, ami innen származik, és majd ez lesz a célja. De ezen keresztül ez kell, hogy megtörténjen, tehát minden, ami történik innen, három operátoron keresztül, mert három különböző minőséget rendeltem ide, tehát három operátor van ott, három operátoron keresztül elkezdem itt rendezni a helyzetet. Úgy, hogy ez a cél, és nem ez a cél. Ezért itt kialakul majd egy-egy rendezett állapot. És ez a rendezett állapot az egyenesen ide fog jönni, és számára ki fog alakulni, amire szüksége van. Ott megkapjuk az eredményt azáltal, hogy itt megkaptuk az eredményt. Nem te vagy a cél, hanem rajtad keresztül megy a cél, és amikor ő megkapja az eredményt, garantált, hogy te rendelkezel vele, mert nélküled nem működne. Két dolgot oldok meg. Egyszerre. Az egyik dolog, és ugye párhuzamos rendszerről beszéltünk tegnap, ezért szükség volt egy ilyen rendszer, hogy a párhuzamokat ültessen be mindenkibe. Az egyik, hogy amikor ilyenkor csinálunk valamit, hogy harmonizáljuk ezt a teret, tehát te harmonizálodsz. A másik, mivel transformációt kell létrehozni ahhoz, hogy itt legyen eredmény, itt transformálódni fog mindenki, aki bent van. És részese ennek az egész dolognak. Ebből az életben a te eredményed az, hogy bizonyos dolgok helyre zökkennek az életedben, amiket nem lehet megfogalmazni, mert túlnyúl a három dimenzión, és ezért nem lehet elmagyarázni. Bármennyit magyaráznék belőle, akkor is a 90%-a kilógna a magyarázatból. Ezért csak megközelíteni lehetne, de az csak félreértésre ad okot. Ezért szokott például egy csomó ember teljesen ilyen tévképzetben élni, hogy amikor elmennek egy tréningre, és elmagyarázzák nekik, hogy ezt, hogy hogyan lehet megoldani ezt a spirituális problémát számára, akkor kénytelenek magyarázkodni Istennel, angyalokkal, boszorkányokkal, démonokkal, a hétfejű sárkánnyal, bármivel, mert nem lehet megfogalmazni az életben, nincs rá példa a való életünkben, viszont ha több dimenzióban nézzük az ember életét, amit nem tudunk felfogni, akkor ott még lehet érzékelni, hogy ami itt van, annak van folytatása máshol a világnak egy másképp látható részében. Én ezekkel nem foglalkozom, mert engem ezek félrevezetnek, hanem inkább leegyszerűsítem, modellezem, és egy hatás alapján ezek rendeződnek, a harmónia arra is kell, hogy hasson, mindegy, hogy ez nem ebben a világban létezik, de hozzánk tartozik.
Viszont visszahatnak ezek a részek, amikről nem tudunk. Tehát ezek teljesen logikusak. Ha nézzük egy logikus emberi életet, akkor az én életemre hatással van az, hogy Marci, Jóhi, Lilla hogyan éli most ebben a pillanatban az életét, mert bármit csinálnak, ha velük baj van, az az én életemre hatással lesz. Ha velük jó dolog történik, az az én életemre hatással van, pedig én most nem látok belőle semmit. Ugyanígy kell fölfogni azt is, hogy van az életünk, itt látszódom, hogy háromdimenziósan hogyan élek, de magyarázd el, hogy miért mozgok. Mert ebben a világban ezt nem tud elmagyarázni. Erre egyetlen egy axióma létezik, amit mindannyian elfogadunk, hogy azért mozgok, mert élek. Magyarázd el nekem, hogy én élek, hogy ez mit jelent. Magyarázd el, amikor majd nem fogok élni, hogy akkor most miért nem mozgok? Mi tűnt el belőlem? A lélek. De ez csak egy axióma. Csak így hívjuk. Mi az a lélek? És ha a lélek beköltözik, hogy meg tudja mozgatni a testemet, és hogy, ha meghaltam, nem jön egy lélek, belém száll, és újra megmozgatja a testemet. Miért nem? Sántit. Valami van, ami teljes egész, és nem tudunk róla. De nem is kell. Mert ha az hat ránk, akkor mi visszahatunk. Mert a világ nem hatásokból áll, hanem kölcsönhatásokból. Ha ő hat ránk, mi is hatunk rá. Ha nekünk nem harmonikus az életünk, akkor csináljuk harmonikussá egy pillanatra, és megkapja az az egész a harmóniát. És utána ez az egész a te életedre visszahat. Így kapod meg azt, hogy az életed változik. És nekem például ez nagyon jó, hogy így tudtam, hogy a ló, mert így nekem ez olyan kerekebb, megérthetőbb, hogy ez most egy lóról szólt. De sok más esetben nem is tudjuk, hogy mit csinálunk, csak te tudod. Uh-huh. És az ugyanez a hatása. Neked könnyebb. Csak nekem úgy jó lenne, ha tudnám, vagy így könnyebb, ha nem tudom. Könnyebb, de ne felejtsük el, ha tudjuk, az könnyebb, viszont jobban leköt, és nehezebben tudjuk mindenre általánosságra kivetíteni. Tehát például ha lemegyek focizni, és azt mondják nekem, hogy miért jó a foci, és azt mondják, hogy azért jó a foci, mert hogy mozogsz és egészséges vagy. Ja, de jó, mozgok és egészséges vagyok. Ha nem mondják, akkor lemegyek focizni, és megkérdezik, mit tudom én, 2 év múlva, mert minden nap lementem focizni, hogy miért jó neked a foci? Hát, kapcsolatok alakulnak ki, feltölt, boldog vagyok, elfáradok kellemesen, amennyire kell, játszom, nagyobb türelmem van utána a családhoz, a barátokkal közös élményeim vannak, nem voltam beteg 2 éve. Jobban megy a szex. Ergo, egészségesebb vagyok. Óriási a különbség az információban. Az egyiknél lekötődsz egy magyarázatra, a másiknál meg mindent megkapsz, és hogy foglalnád össze egy szóval? Ja, egészségesebb vagyok. Onnan megkapsz mindent, nehezen fogalmazod meg egy szóval, innen megkapsz egy szót, és nem tudod szétbontani, hogy mi mindenre jó. Tehát néha, ha erre van szükség, akkor meg kell fogalmazni, mert erre van szükség. És néha nem kell megfogalmazni. Tegnap este nagyon sokszor lehetett látni, hogy meg akarok szólani, nem mondtam semmit, inkább menjen tovább. Gondolkoztam, ha most mondok valamit, melyik irányba fogja vinni a folyamatot. És inkább nem mondtam semmit, mert abban szoktam kérdezni tőletek, hogy elmondjam, vagy nem mondjam. És azt mondja, igen, oké, rendben, akkor elmondom, és akkor abba az irányba megyünk. Hagyom, hogy döntsetek érzés alapján. Mert más lesz az út, hogy milyen verbális kommunikáció van közöttünk. Egy ilyen munkánál is más lesz az út.
tegnap erről érdemes volt beszélni, mert megerősítette a folyamatot. Valamikor, ha beszélnék róla, elterelné a folyamatról a fókuszt. Mert sosem úgy nézem, hogy csinálunk valamit innen idáig, hanem mindig úgy nézem, hogy ez a szakasz, amiben dolgozunk, ide bemegyünk, itt csinálunk valamit, és innen majd tovább fogunk menni. Nem zárom le soha így. Ezért nagyon mindig nyitva hagyok kapukat, hogy nincs minden elmagyarázva, mert ha minden el van magyarázva, akkor lezáródik. És lezáródik úgy, hogy nagyon kis, rövid variációk jönnek létre idáig. Behatárolom a perspektíváját annak az eseménynek. És nem akarom behatárolni, hanem messze elviszem. Aztán a következő munkával elkezdek dolgozni, és szépen elmegyünk másfele, mert ez már nem lesz érvényes, de a vektora az megmaradt. Tehát, hogy milyen messzire menjünk, az megvan, csak az, hogy merre megyünk, nem döntjük el, döntés nélkül haladunk tovább, és így jutunk tovább.